Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök Kiemelő című közéleti magazinunkat látják. Izgalmas perceket ígér magazinunk, hiszen bemutatjuk a kecskeméti gyerekek és szülők számára készült két új mesepadot. Beszámolunk egy környezettudatos kezdeményezésről, amelynek segítségével megszabadulhatunk megunt kütyüinktől. Mai műsorunkban azt is bebizonyítjuk, hogy a nagymamák és a nagypapák nem csak a mesék világában tudnak maradandót alkotni. Már is kezdünk! Egyre több rendezvényről lehet hallani, amelyek főleg a nyugdíjas korosztály célozzák Kecskeméten. Mai vendégünk Szalókiné dr. Kis Katalin, a Kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetségének elnöke, akivel nem csak az elmúlt időszak eseményeiről, de egy közelgő kiállításról is beszélgetünk. Üdvözlöm, jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Televízió nézőit, köszönöm a lehetőséget, hogy a nagypapák és nagymamák nevében lehet beszélni arról, hogy hogyan éltük meg ezt az elmúlt időszakot, és milyen terveink vannak a következő néhány hónapra vonatkozóan. Hát akkor beszélgessünk a közelmúltról. Hát igen, volt nekünk itt egy pandémiás időszakunk, ami hát számunkra ismeretlen volt. Nagyon-nagyon érzékenyen érintettek kicsiket, nagyokat, családokat, szóval mindenkit. Hogyan tetszettek venni az akadályokat? Mennyire lehetett átvészelni ezt az időszakot? Hát nem könnyű időszakot éltünk meg. Különösen azok az idős kortársaink, akik ugye egyedül voltak, nem tudtak klubokba menni, nem tudtak találkozni, elmaradtak a kézfogások, az ölelések, amit egy-egy ilyen klub találkozón meg lehetett tenni, sőt, elmaradtak a jó kis beszélgetések is, meg pletykák, amik szintén a mi életünkhöz is hozzátartozik. De én úgy gondolom, hogy átvészeltük ezt az időszakot, és amivel a szövetség segíteni tudott ebben a nagyon, de nagyon rossz időszakban, az elsősorban az volt, hogy minden programunkat próbáltuk megvalósítani, mégpedig online formába. Hát online forma. Tehát én nem tudom, de a tanítást is teljesen át kellett formázni erre az új hullámra. Nem tudom, hogy a nyugdíjasok mennyire tudtak rugalmasan hát belekapcsolódni ebbe az életbe, mert a tanítás is nagyon nehéz volt, bár gondolom, hogy a gyerekek sokkal jobban vették az akadályokat, mint amikor ugye a tanárok próbálkoztak mindenfélével, pláne, hogyha nem informatikát tanít az adott tanárnő vagy tanár úr. Ki volt a segítség? Hogyan lehetett megoldani a nyugdíjas generációnak a 21. századdá tételét? Ki segített nekik? Hát a családon belül biztos, hogy sok segítséget kaptunk a fiataloktól. Ugye őnáluk már nem gond, hogy megnyomnak egy gombot, és hogy mit, hogyan, milyen formába kell kezelni. A idősekben viszont volt annyi tenni akarás, hogy tanultak. Nem maradt más lehetőség, mint az, hogy ugye, ahogy megtanultuk a egymással való kommunikációt mindenféle formában, ugyanúgy meg lehetett tanulni azt is, hogy megnéztük, meg a vetélkedőkön úgy vettünk részt, és sikerült is a programjainkat így lebonyolítani, hogy például akár a Biblia ismeretét, akár a Versvarász című rendezvényünket ismertetném, vagy mondanám. Megoldottuk úgy, hogy mindenféle kapcsolattartás megmaradt azért az idősekkel, őket is érdekelte az, hogy na milyen programokat fog megvalósítani a szövetség, és bizony tesztlapokat kiküldve, maguk életéről beszélgetve, egyáltalán hírt hozva a szövetség felé online formában megoldották, meg az egymással való kapcsolattartást is. Egyébként nem volt nagy riadalom? A résztvevők számában nem volt csökkenés, akik részt vettek ezeken a programokon? Hát csökkenés mindenképpen volt, sőt a klubtagságunkat is megviselte ez az időszak, mert azért
nem vagyunk már olyan nagy létszámok, mint amit mondhattunk volna, de én úgy gondolom, hogy túl akartuk élni ezt az időszakot, és megvolt bennünk az a kitartás, akaraterő, hogy amilyen módon csak lehet, megpróbáljunk mégis ebbe az időszakba tevékenykedni. És akkor jött a tavasz. Így van. Nyitott minden, igen, és hát bíztunk benne, hogy visszakapjuk a régi életünket. Önök mennyire kapták vissza? Hát azért többé-kevésbé visszakapták az idős emberek, és mondom, nagyon fontos, hogy ez az akarat is megvolt bennünk. Mi meg a szövetségen keresztül most már igyekszünk majd olyan programokat csinálni. Most a szeptember hónapban már voltak kirándulni, egy buszos kirándulással, most megkezdődtek a klubokba is ezek a közös programok, kirándulások, természetjárások, minden egyéb. Úgyhogy meg tudtuk csinálni a túráinkat, amiket beterveztünk, és most még úgy gondoljuk, hogy a hónap vagy az év végéig, ami még hátra van, azt a programot, azokat a programokat meg tudjuk valósítani. Melyek lesznek ezek? Már is. Tegyük közzé, hogy segíthessünk a nyugdíjasokra. Már is mondom, hogy a Mozdulj programunkból még egy uszoda látogatás van hátra, úgyhogy abban mindenképpen szeretnénk sok embert vonzani. Ez mikor lesz? Ez azt hiszem... Közeljövőben október, lesz? Igen. Október elején. Akkor... A séta az egészségért mozgalomban háromféle táv volt kijelölve, mind a három távon igen sokan vettek részt. Akkor hátra van még október 1-i rendezvényünk a Aranyfürt, ahol népdal és népzenei találkozó. Hát itt is szeretnénk, hogyha ez természetes módon történne, nem online formában, de arra is föl vagyunk készülve, hogyha nem így, akkor online formába fogjuk megvalósítani, és van egy csodálatos új programunk, a szövetség elnökségének a tagjai találták ki, akik egy kicsit föl vannak készülve erre a világra is, ami már problémás szokott lenni. Igen, muszáj tervezni. Így tehát van. A variáns, B variáns, nincs mese. Ez pedig azt a címet viseli, hogy gyermekkorunk puzzle darabjai. Itt vissza akarjuk hozni azt az időszakot, akár emlékezések formájába, akár versek formájába, akár játék formájába, az 50-es, 60-as, 70-es éveket, és én úgy gondolom, hogy ez már, ahogy én hallottam a kollégáimtól, elég sokan érdeklődnek utána. Tehát van még mondani valója ennek a korosztálynak is, főleg ha egy kicsit magunkról lehet beszélni, meg a fiatalságunkról. Hát kell is, mert szerintem érdeklődőek a fiatalok, az unokák, hogy annak idején milyen élményekkel telve lehetett töltekezni, és aztán utána pedig szülővé válni, majd nagyivá válni, és segíteni az unokák fejlődését. Én úgy tudom, hogy lesz egy kiállítás most a közeljövőben. Mit lehet erről tudni? Holnap 10 órakor nyitjuk meg itt a mellettünk lévő templomba, a Barátok templomának a dísztermében a hagyományos kézimunka kiállításunkat. Hát, ha csodát akarnak látni, akkor ide el kell jönni, meg kell nézni. Vasárnapig fog tartani, minden nap ott lesz egy olyan szakemberünk is, aki szívesen tájékoztatja a résztvevőket arról, hogy ez a kézimunka most honnan ered, milyen öltésekkel készült, tehát nagyon nagy szeretettel várjuk a érdeklődőket, a nézőket, és én úgy gondolom, hogy azok is boldogok, akiknek a termékét ott megcsodálhatják a szomszédok, a barátok, az ismerősök. És nagyon mindenki. Sok programot tetszett ajánlani, de hát mindig meg lehet újulni, vagy hogyan megy ez, hogy mit szeretnének valójában a nyugdíjas klubok, a nyugdíjasok? Hát a klubok... Közvéleménykutatást tetszenek tartani? Igen, szeretnénk, legalábbis az én tervem az, hogy decemberben a klubvezetőket összehívjuk, és akkor egy ilyen ötletbörze címszóval tartanánk valami olyan beszélgetést, ahol a jövőnket, most már túl ezen a járványos időszakon áttervezhetnénk, megtervezhetnénk, úgyhogy mi örülünk, ha az idei programok lemennek, akármilyen formában is, de sok elképzelésünk van a jövőt illetően is. Hát nagyon jó egészséget kívánok önöknek, és töretlen lelkesedést. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm.
Csütörtök délután két mesepadot avattak fel a vasútkertben közvetlenül a játszótér mellett. Az ülő alkalmatosságokon látható figurák sokak számára lehetnek ismerősek. Nagy Bán Kitti grafikus, illusztrátornak köszönhetően a Platánfa álma című mesekönyv illusztrációi kerültek a padokra. Az utcabútoronként körülbelül 100 munkaóra eredménye egy igazi mesélőhely, ahol mindenki egy kis vidámságra lelhet. Ezt a két mesepadot adták át ma délután a vasútkertben, Nagy Bán Kitti grafikus művésznek köszönhetően a Kecskeméti Médiacentrum és a Városüzemeltetési Kft. Együttműködésében. Az illusztrációk ismerős figuráit a Kecskeméti Televízió első mesekönyve ihlette. A padok festésével az alkotó célja az volt, hogy egyszerre népszerűsítse a meséket és a művészetet. A Platánfa álma, ami alapul szolgált ezeknek a padoknak az elkészítéséhez, az egy kecskeméti mesekönyv, így ez is adódott, hogy ezt használom fel, illetve ennek az illusztrációit. A másik célja pedig az volt, hogy szerettem volna a művészetet egy kicsit népszerűsíteni, hiszen a pad az egy olyan kültéri bútor, amit bárki használhat kortól, nemtől, kultúrától függetlenül, és úgy gondolom, hogy ezek a kis tárgyak segíthetnek abban, hogy jó kedvet csempészenek a mindennapokba. A leleplezést követően az Rényi Ilona általános iskola másodikos diákjai nézhették meg először közelről a díszeket. Már messziről látható, hogy az alkotó nagy alapossággal készítette el a festést. Igazából nagyjából egy padnak az elkészítése az 80-100 munkaórát vett igénybe, és ebben nem számoltam bele azt, hogy a festékeknek van bizonyos száradási ideje. A munkafolyamatot azt úgy kell elképzelni, hogy először terveket készítettem ezekről a padokról, ehhez papír alapon történt, és ebből lett kettő továbbítva a városüzemeltetés felé, és azok kerültek jóváhagyásra, és ezek kerültek kivitelezésre később. Nyilván a festés is egy nagyon hosszadalmas folyamat volt, szerettem volna, hogyha apróbb részletek is kerülnek ezekre a padokra, úgyhogy kisebb, nagyobb ecseteket használtam, illetve hurkapálcát is, és miután teljesen végeztem az illusztráció elkészítésével és megszáradt, utána pedig lapkozva lett a felület. A grafikus művész a munkát ajándékba ajánlotta Kecskemét városának. Nagy Bán Kitti elsőként papír alapon készítette el a terveket, a mesekönyvhez készült illusztrációi alapján, igazodva a pad formájához. Miután a terveket jóvá hagyták, a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. Biztosította a padhoz a deszkákat és a festékeket. Nyilván azt is figyelembe vettem, hogy a Platánfa álmának két főszereplője van, ugye Olivia, aki egy kislány, és egy platánfa. Most én nem gondoltam túl emberségesnek Olivia fejére ráülni, tehát maradt a platánfa, mint egy jó szereplő, és próbáltam olyan illusztrációkat kiválasztani, amik egyértelműen mutatják, hogy ezek ebből a mesekönyvből vannak, de mégis kapcsolódnak a főszereplőkhöz. Így alakult ki az enyhén domború hatású festés, ami közelről szemügyre véve mutatja csak meg az igazi részleteket. A vasútpark környezete és a játszótér közelsége miatt egyből egy igazi köztéri mesélő helyszín jött létre. Gyengéden végig simogatta a törzsem, megtapogatta a bubómat, ami egy betegség miatt nőtt ki belőlem sok-sok évvel ezelőtt. Az átadó ünnepségen az egyik híres szupernagyi, Kurainé Égert Magdóna olvasott fel a gyerekeknek, stílszerűen a Platánfa álma című mesekönyvből választott egy fejezetet. Ekkor az összes kisdiák a pad köré települt, mert egyik mese követte a másikat. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer, mondjuk úgy, hogy egy kiskunsági vidéken, egy szegény ember, meg annak a felesége. Fiatalok voltak, és gyermekük se volt még, de szerették egymást, és megértették egymást. Harkai György bábszínész újra gondolt vásári képmutogatós feldolgozásban adta elő a gyerekeknek a Három kívánság című mesét, bemutatva, hogy a mesés padok kisebb bábjátékoknak is kiváló helyszínt tudnak nyújtani. Végül Pelle József zenés műsorral készült a gyerekeknek. Na gyerünk! Egy, két, hóru! Egy boszorka van, három fia van, iskolába jár az egy, másik bocskor varni megy. A jövőben több padot is mesésen átvarázsolhatnak, hiszen az ihletadó mesekönyv szerzője, Pásztor Andrea bejelentette, hogy a kórházzal együttműködésben még az idén megjelenik a következő kötet, Gyógyító lámpa mesék címmel. Nem egy fa mesélje a történeteket, hanem egy lámpa, a kórházi lámpa, aki sokszor többet lát, mint az orvosok, ápolók, mert akkor is lát, amikor ők kimennek a kórteremből, hallja, amikor a gyerekek sírnak, panaszkodnak egymásnak, és ő éjszaka
álommesékkel próbálja jó irányba irányítani az eseményeket. Lényegében terápiás mesék lesznek. A céljuk az, hogy a szórakoztatáson túl oldjuk a gyerekek félelmét, a gyógyulásukat is segítsük ezzel. Bízunk benne, hogy ez is olyan szép lesz, mint a platánfa, és legalább akkora sikere lesz. És talán arról is készül majd egy ilyen gyönyörű pad, esetleg a kórház kertjében, de ez majd kiderül. A mesék a gyerekek lelkéhez, szívéhez szólnak, oldják a feszültséget, fejlesztik érzelmi intelligenciájukat, formálják személyiségüket, bővítik szókincsüket. Mesélni pedig nem csak otthon lehet. Kecskeméten a vasútparkban már 2 pad is mesélésre hívja a családokat, baráti társaságokat, a mesét szerető közösségeket. Éljünk vele! Lapul a fiókban egy-két régi mobil, most végre a helyükre kerülnek. A Jane Goodall Intézet, a Követ Egyesület, az Afrikáért Alapítvány és a Védegylet Egyesület segítségével elindította a Passzold Vissza Tesó nevű kampányt, amelynek köszönhetően feleslegessé vált mobilokat, töltőket, tableteket gyűjtenek újrahasznosítás céljából. A kampányhoz csatlakozott Kecskeméten a Zöld Misszió csomagolásmentes bolt, valamint Petróci Réka fotográfus. Már egy nagyobb dobozt kell használni, annyi elektronikai eszköz gyűlt össze egy nap alatt. A Passzold Vissza Tesó elnevezésű kampány tegnap indult el, és már több mint egy tucat használaton kívüli telefont vittek be a Zöld Misszió csomagolásmentes boltba. Tavasszal már volt egy kampány erre, amit ugye a Jane Goodall Intézettel együttműködve, illetve a kecskeméti lakos Petróci Réka fotós együttműködésével valósult ez meg. Igazából ő hívta fel erre a figyelmemet, és így közösen elkezdtük gyűjteni tavasszal, és erre egy évben 2 kampány van, tavasszal és ősszel, úgyhogy most ismételtem, megismételjük majd szeptember 22-e és november 22-e között tart a kampány. Tavasszal több mint 20 kiló elektromos eszköz gyűlt össze a boltban. A Passzold Vissza Tesó nevű kampány során a feleslegessé vált mobilok, töltők, tabletek és GPS-ek újrahasznosítás céljából kerülnek bele a dobozba. 1,5-2 kilónél tarthatunk, úgyhogy én mindenkit bíztatok, hogy akinek otthon van nem használt, tehát használaton kívüli mobiltelefonja, GPS-e, illetve tablete, vagy azok tartozékai, tehát töltője, azt bátran hozza be, ne a kommunális kukába dobja ki, hanem újrahasznosításra adja le, mert nagyon sok nehéz fémet, például a koltánt vagy a tantát ki lehet belőle nyerni, és akkor ezt nem kell újra kibányászni. A koltán nevű ércből nyerik a tantálfémet, amely megtalálható a mobilokban, a táblagépekben, valamint a GPS-ekben. A koltán zömét Afrikában bányásszák, ezzel veszélyeztetve az ott élő főemlősöket, főként csimpánzok, gorillák élőhelyét és a helyi közösség életét. Azonban a gyűjtés és az újrahasznosítás által csökkenteni tudjuk a kibányászott fémek mennyiségét. Mellesleg a veszélyes hulladéknak minősülő mobilok élete nem egy lerakóban vagy égetőben ér véget, hanem további 17 féle fémet lehet visszanyerni belőlük. November 22-én véget ér a kampány, és az utána való napokban mi ezt Budapestre felszállítjuk, az Intermetal Recycling Kft.-hez, és ott hasznosítják újra. Darabjaira szedik, a műanyagot is tudják belőle hasznosítani. A Jane Goodall Intézet, a Követ Egyesület, az Afrikáért Alapítvány és a Védegylet Egyesület segítségével indult el a Passzold Vissza Tesó nevű kampány. Kecskeméten a Zöld Misszió csomagolásmentes boltban, valamint Petróci Réka fotográfusnál lehet leadni a használaton kívüli elektronikai eszközöket. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Új lépcsőket, homlokzatot, ereszcsatornát is kapott katonatelepen a Platán utcai óvoda. Jelenleg pedig az intézmény kerítését cserélik a szakemberek.
Több mint 20 település vezetőivel közel 100 projektelemet tárgyaltak meg a mai napon Bugacon, amelyekkel a turisztikai lehetőségeket tudnak fejleszteni a Duna-Tisza közi és a Tisza-menti térségben. Dr. György László az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára tegnapi kecskeméti látogatásán 70 milliárd forintos továbbképzési programról számolt be. A kecskeméti járási ügyészség gyorsított eljárásban állított a bíróság elé azt a sofőrt, aki hétfőn egy autóbusszal ütközve megbénította a forgalmat az Izsáki úton. Két mesepaddal gazdagodott csütörtök délután Kecskemét. A Vasútkertben Nagybán Kitti grafikus művésznek köszönhetően a Kecskeméti Média Centrum és a Város Üzemeltetési Kft. Együttműködésével két vadonatúj festett padot adtak át a játszótér mellett. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk és várjuk Önöket. Viszontlátásra!